Az első nagy célt már elérte az idei szezonban a győri Audi Etokác, hiszen bent vannak a BL Final Four-ba, de ettől függetlenül még megy a magyar bajnokság is. Danyi Gábor a csapat másodedzője áll mellettem. Gábor, Kisvárdára utaztok a hétvégén, és hát nem jellemző az, hogy ti bármilyen meccset félváról vennétek, gondolom most sem lesz ez így. Ez így van, és ha valamikor nem szabad ki nem kényszerített hibát csinálni, akkor most ez a periódus. Az egyik ilyen lenne, hogyha most azt gondolnánk, hogy benn vagyunk a Final Four-ba, mindenki hátradől, megnyugszik, és néz ki a fejéből, és majd jön a Kisvárda, meg a Kecskemét, meg a sorra következendő bajnokik. Abszolút nem ez a gondolkodás, meg mentalitás jellemző ránk. A Kisvárda egy nagyon masszív csapat, nagyon stabil, nincs is a szomszédba, tehát egy nagyon komoly hétvégi erőpróbára számítunk. Természetesen nem lehet más kérdés és más cél, mint az, hogy győzünk, de hogy nem lesz könnyű és nem adják ingyen, az biztos. Az, hogy valóban nagyon-nagyon messze utaztok a legtávolabbi magyar bajnoki mérkőzés, ez mennyire borítja fel a napirendet, vagy mennyire kell máshogy készülni? Hát a maga készülés nem, az nem okoz különösebb, hogy mondjam, másságot, tehát más felfogást. Az biztos, hogy nem itt van, és hogy egy 4-5 óra biztos talán étkezéssel együtt még több lesz. Ezt bele kell kalkulálni, ezt tudja mindenki, soha nem is hivatkozik erre senki, semmi se a játékosok, hogy most hova kell menni utazni. Ez van, a felkészülés a lényeg, hogy hogy készülünk rá, és az egésznek a lényege, ugyanúgy, ahogy egy Fradi vagy egy BL mérkődésre, ugyanúgy fogunk készülni a Kisvárda ellen is. Hogy áll most a csapat, akár erőnlétileg, akár hogyha a sérülteket nézem, Stina, hogyha jól tudom, már veletek edz, de még nem kapott lehetőséget. Igen, ő visszajövőben van, most elkezdi a labdás edzéseket, a Stina talán a héten most már teljes érték, bár egy izomsérülés, szalagsérülésnél soha nem lehet ilyet mondani. Nyilván az első reakció, az igazi edzés szituáció, mérkőzés szituáció fogja eldönteni, hogy milyen állapotban van. A Nikét is visszavárjuk, ő neki azért még kell egy kis idő, hogy teljesen visszatér, és hát nyilván a Zsuzsi és a Nóra nem tud ebbe a bajnokságban már pályára lépni. A többiek pedig, hát az az érzés van, hogy reggel föl kell valaki, és nem az a kérdés, hogy milyen fáj, hanem hogy milyen nem fáj. De ez egy általános jellemző a kézilabdában, senki nem bújik ez mögé, akár félkézzel is, vagy fél lábbal is megoldjuk már ezt a másfél hónapot.